stabil védekezés, szellemes, sziporkázó támadójáték, 13 gólos győzelem. Maradt benned bármilyen szempontból is hiányérzet? Semmi, tényleg olyan első fél időt produkáltunk, ami hihetetlen volt, és azt gondolom, az idén még ilyet nem is játszottunk. Hát volt bennünk miért, tehát a múlt heti döntetlen után azért a fiúkban is maradt hiányérzet, főleg a kevés lőtt gól miatt, és azt gondolom, hogy most szerették volna ezt kiadni magukból. Tényleg komolyan felkészültünk, nagyon feszesre vették a védekezést, a támadásba pedig tényleg brillíroztunk, szinte alig volt az első fél időben rontott lövés, gyönyörű helyzeteket alakítottunk ki, szebbnél szebb játékokat. Úgyhogy egy élmény volt, lett volna egy fotel, hátadörtem volna szívesen. Van ilyen mérkőzés is, a másik fél időben már nehéz volt azért új plusz motivációt találni, azóta lényeg ne sérüljön le senki, meg a fiatalok tudjanak játszani. Úgyhogy tényleg ez egy könnyű mérkőzés volt. Ki tudsz emelni esetleg valamit, amivel különösen elégedett voltál? Én azt gondolom, hogy tényleg a védekezés mögé párosult egy nagyon jó kapus teljesítmény az Ágoston személyébe, hál' Istennek hétről hétre jól védenek a kapusaink, meg az, hogy a Tóvize Tominak a hiányát a Kerezsi Ádám nagyon jól pótolta, és a kis Gergővel tényleg egy olyan masszív falat alkottak ott, amihez jöttek, ugye már a többiek is, de stabilitást adtak nagyon a védekezésnek, és én ezt emelném ki mindenképpen. Már a mérkőzés korai szakaszában jelentős hátrányba került a csapat, és kicsit úgy tűnt, mintha a hitét is elveszítette volna a társaság. Mi történt a mérkőzésen, hogy láttad? Ez valóban így történt. Körülbelül 7 percig voltunk méltó ellenfele az Eger gárdájának a mai nap. Amit azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszkor voltunk, rossz helyen a múlt heti pontveszteségük után vecsésön, aztán egy kicsit jobban felszívta magát az Eger csapata. Viszont azt gondoltam, és azt mondtam a fiúknak, hogy úgy jöjjünk el ide, hogy egy felszabadult mérkőzést próbáljunk magunk mögött tudni, ahol nincs vesztenivalunk, próbálja meg mindenki élvezni a játékot, na ez most az eredményen és itt a mérkőzésen látszott is, hogy nem igazán jött össze. Úgy gondolom, hogy egy ilyen dekoncentrált támadójátékkal vesztettük el ezt a mérkőzést már elég gyorsan, amiből nagyon sok lerohanás gólt kaptunk, és könnyű gólokat, amivel nem tudtunk visszaérni. Szinte az egész mérkőzésen ez motivált, úgyhogy onnan elég nehéz volt visszaállni, mert szerintem ott nem is tudom, a 15-16. Percre már azt hiszem 10 gólra is nőtt ez a, sőt volt ugye nagyobb tetemes előny is. Aztán igen, ahogy mondtad, a hitét vesztette a csapat, nehéz belőle felállni, fiatalok, de még egyszer azt nyilatkoztam le az előbb is, hogy ki lehet kapni, de ilyen játéktudással, ilyen hozzáállással azért egy kicsit tisztességesebb helytállást vártam volna.